Köszöntelek benneteket ezen a szeles őszi napon, ami egy nagyon csodálatos nap, hiszen egy különleges ingatlant hoztam a számotokra, ami egy igazi gyöngyszem, én azt gondolom a piacon, ugyanis egy olyan területen található, ahol ritkán van eladó ingatlan az utóbbi időben. A 11. kerületben vagyunk, Kelenföldön, az Ormai Norbert utcában, amiről azt érdemes tudni, hogy négy nagy főútnak gyakorlatilag a téglalap közepén található, méghozzá az Andor utca, a Tétényi út, a Fehérvári út és az Etele útnak a négyesében. És erről a környékről azt érdemes tudni, hogy mint látjátok, nagyon szép zöldek itt az utcák, alacsonyok a házak, tehát alapvetően ez egy nagyon családbarát környék, ahol elsősorban fiatalok, családosok laknak. Nagy előnye a környéknek, hogy minden nagyon közel van, például a tömegközlekedés, az Etele pláza, az gyakorlatilag néhány perc kocsival, vagy kicsivel több gyalog. Itt van a 4-es metró, itt van a villamos, itt van a busz. Tehát tényleg ez egy nagyon kényelmes, ugyanis például a busz az keresztül megy a városon, a 7-es, így gyakorlatilag fél órán belül szinte bárhova oda lehet érni. Ami a környéknek a sajátosság, hogy infrastruktúrálisan nagyon jól ellátott. Például most ugye egy nagyobb lakásra fogunk menni, ami 5 szobás, ez is nagyon ritka a piacon, összesen 120 négyzetméter belső két szinten. Ugye részben a felső rész az tetőtéri, és még egy erki is van hozzá, egy nagyon világos, tágas telekkel rendelkező lakás, tehát az elsősorban azt gondolom, hogy családosoknak lesz majd jó. És például itt nagyon közel vannak az óvodák, az iskolák, tényleg nem kell kocsiba ülni, hanem gyakorlatilag elkíséred a gyereket a suliba vagy az óviba, ami én azt gondolom, hogy egy család életében egy nagyon nagy segítség, és ezt tapasztalatból mondhatom, ugyanis nekem is van két gyerekem, az egyik 3 éves, a másik 9 hónapos, és látom a feleségemmel, hogy az, hogy 5 perc gyalogra van az óvoda, az sokkal kényelmesebbé teszi az ő életét. Úgyhogy biztos vagyok benne, hogy a te döntésed szempontjából is ez majd egy fontos tényező lehet. Na, de akkor elég is a környékről, nézzük is meg ezt a különleges ingatlant. Mielőtt felmennénk, még szólnék egy-két szót a házról. A 40-es, 50-es években épült, összesen 5 lakásról szól, egy alacsony lakóközösség van itt. Hát látjátok, hogy milyen a homlokzat, megmondom őszintén, nem ez a legrendezettebb ház itt az utcában, de egy nagyon kedves lakók vannak és kedvesek a szomszédok. De én ezt is fontosnak tartottam megmutatni, ugyanis természetesen tiszta vagyok azzal, hogy nem csak a környék, hanem az a környezet, ahol az ember megérkezik, az is fontos. És sokszor éri a szakmánkat az a vád, hogy a negatív információkat nem feltétlen mondjuk el például ezekben a videókban vagy anyagokban. Éppen ezért arra gondoltam, hogy megmutatom, hogy milyen a ház. Alapvetően nincs rossz állapotban, de természetesen vannak itt már dolgok, amire esetleg érdemes vagy szükséges is már költeni. Az ingatlanhoz nem tartozik beálló vagy teremgalázs, itt az utcán meg lehet állni, ha valaki bejelentkezik az ingatlanba, akkor ezt ingyen is ugye megteheti. Ami még fontos, hogy második emeletre fogunk menni, és nincsen lift, tehát akinek fontos az, hogy liftes ház, akkor sajnos azt egyébként nem is ezen a környéken érdemes keresgélni, mert itt nagyon sok az ilyen alacsony ház, ahol nincs lift, illetve mindjárt látni fogjátok a lépcsőházat is, hogy milyen. Gyakorlatilag a háznak kertje nem igazán van itt egy kicsi kis előkert, illetve ez sem van a legjobb, hogy itt vannak a kukák, de hát sajnos ez egy adottság. Ezeknek a kisebb házaknál sajnos kevesebb a hely, úgyhogy itt vannak ilyen kényszer megoldások. Egyébként ez közös terület, illetve pontosabban ez a beállóhely az egyik lakói, ami nem ehhez az ingatlanhoz tartozik. Láttátok, a házra most már ráférne egy festés. Reméljük, hogy ez hamarosan megtörténik. És akkor nézzük is az ingatlant. Megérkezve a lakásba, egy hatalmas tér fogadja az embert, ami azonnal szembe tűnt már, amikor először jártam itt. Ez a nyílászáró, ez szerintem rendkívül ritka, hogy ekkora nyílászáró legyen valahol. Ez nagyon megnöveli a teret is, rengeteg fényt enged be.
Hát most még látjátok, hogy annak ellenére, hogy egyébként borús időnk van, tehát most tényleg nem süt annyira a nap, így is rendkívül világos a lakás, ez a legnagyobb előnye is, én azt mondom, ennek az ingatlannak. Van itt egy nem olyan túl nagy, és a 4,5 négyzetméter az erkély, de mégis ki lehet ülni, és lehet élvezni, pont ugye a fáknak a lomb szintjén vagyunk. Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon kellemes kis látvány. Igen, kicsit rendbe kellene rakni itt az erkélyt. Igazából ez az ingatlan pont olyan érdekes állapotban van. Én inkább azt mondanám, hogy a felújítandó kategóriába sorolnám. Bár igen, korábban ki volt adva, laktak itt, minden működik. Mondhatnám azt is, hogy beköltözhető vagy átlagos állapotú. De valójában én azt gondolom, hogy aki ezt meg fogja vásárolni, az rá fog erre költeni, és a saját igényének megfelelően fogja kialakítani, hiszen látható, hogy például itt a parketta sajnos nyitva hagyták az ajtót, és bejött a víz, ezért itt egy kicsit tönkrement, hogy nem a legjobb állapotban van. A nyílászárók én azt gondolom még egész jó állapotban vannak, tehát talán ezeket meg lehet menteni. A fűtésrendszer az cirkó, és mint látszik, ugye radiátoron keresztül adja le a hőt. Itt az alsó szint az 89 négyzetméter, ez egy nagyon-nagyon kellemes teret ad. Ugye összesen 120 négyzetméter az ingatlan, tehát a felső az nagyjából olyan 32, így jön ki ez a 120 négyzetméter. És ugye ez maga itt ugye a nappali, ami egy nagyon-nagyon tágas tér, és ugye több ablak is van, ezáltal megvan ez a nagyon jó nyitottságérzés. És gyakorlatilag ebből a központi helységből nyílnak utána ugye a többi helység, például a konyha, ami elszaporált, külön helységben található, és ráadásul még ablakos is, ami azért a mai világban rendkívül ritka, ezáltal ugye könnyen lehet szellőztetni, és van természetes fény itt a konyhával. Igen, hát látszik, hogy a konyhabútor egy kicsit már elhasználódott, tehát ez is azt szerintem, hogy valószínűleg cserét igényel már, annak ellenére, hogy egyébként nincs ez szörnyű állapotban, hanem egyszerűen csak a mai világban már más igények vannak, és hogyha a többi részét felújítja az ember, akkor valószínűleg már ezt is meg fogja ugye csinálni. Itt mellette van a fürdőszoba, ami én azt gondolom, hogy szép tágas, ez is ablakos, akkor ezt nem is fogom elmondani, mert minden helység ablakos, ami rendkívül ritka, és ugye körben megy a nap, folyamatosan ugye besüt. Hát látszik, hogy a fürdőszoba se egy mai darab már, tehát ez is igényelne egy kis update-et, de az viszont jól látszódik, hogy sok a hely, hiszen már itt is ugye dupla mosdó van, van zuhanyzó, van kád is, tehát minden elfér, sőt itt még van hely ugye a mosógépnek is, és illetve még itt ebben a helységből nyílik egy külön WC. Tehát nagyon jók az arányok, nagyon jók a méretek, tehát én azt mondanám, hogy ez egy kicsit ilyen értékesítő szöveg lesz, de ez olyan, mint egy vászon, ami igazából egy nagyon jó alapanyag, amit itt az ember kap, és utána ebből, hogy mit épít fel, az már tényleg csak a pénzén és a fantáziáján múlik, de alapvetően az adottságok nagyon jók, ezt tényleg nem győzöm hangsúlyozni. Ami az ilyen belső kétszintes lakásoknál ugye felszokott merülni, hogy az alsó szinten is legyen hálószoba, hiszen ugye ezáltal ugye kényelmesebb az élet. Hát itt ráadásul nem egy, hanem két hálószoba is van lent, sőt, gyakorlatilag három. Most ugye itt lent volt egy nagy szoba, ami gyakorlatilag egy gipszkarton fallal le lett választva, mert a tulajdonosnak három gyereke is van, ezért mindenkinek külön szobát szerettek volna kialakítani, még hogyha azok nem is olyan nagyok. Egyébként nagyjából ez egy olyan férszoba méretű, hogyha ez össze van nyitva a mellette lévő szobába, ahol most át is megyünk, akkor egy nagyon jó kis szülői hálót lehet itt kialakítani. Én azt gondolom, hogy ez nagyon praktikus ennél az ingatlannál, hogy alul ki lehet alakítani a szülőknek az életterét, és fölül pedig a gyerekekét, és ezt általában szokták szeretni, hiszen akkor a fönti rész az van, a gyerekeknek lesz a birodalma, ott lehet randalírozni, játszani, szétpakolni, anélkül, hogy a szülőket ez ugye zavarná, és ezt általában nagyon szokták szeretni a gyerekek. Az alsó szint ugye ez teljesen normál, tehát itt nincs semmilyen ferde sík, az majd ugye fönt lesz meg. És akkor itt van ugye a másik szoba, ez például lehet akár egy dolgozószoba is, vagy egy nagy gardróbszoba, esetleg vendégszoba, gyerekszoba, tehát nagyon sok funkciót lehet neki adni. És ebből nyílik még egy kisebb kis gardrób is,
Most jelenleg látszik, hogy szőnyeg van, ami hát már el van használódva, értelemszerűen ezt itt le lehet burkolni bármivel, amit valaki szeretne. Gyakorlatilag ez a kvázi talán a legsötétebb szobája az egész ingatlannak. Ha jól emlékszem, ugye ez ilyen éjszak kitájolású, az ingatlan többi része az pedig ugye déli, de ez egy nagyon jó kis ilyen elbújós sarok, ahol szépen el lehet vonulni. Hát nagyjából most már körbenézünk, mint az alsó szinten, összegezném, csak tényleg nagyon röviden. Van egy hatalmas nagy nappalink, külön konyha, egy nagy méretű fürdőszoba WC-vel, és most három szoba, ami gyakorlatilag egy nagy szoba, ketté lett bontva, tehát két fél szoba és egy egész. És akkor ugye itt van a lépcső, ami, mint látszik, egy picit talán szűkebb, de egyébként teljesen jól használható. Van része, ahol meredekebb egy kicsit, és valahol pedig alacsonyabb a lépcsőfokok. Ami itt a fönti részen izgalmas, szerintem ez az ilyen közösségi tér, hiszen itt például nagyon jó kis játszórészt vagy dolgozórészt lehet kialakítani, hiszen ez még egy ilyen központi része az ingatlannak, és ez egy nagyon szuper, hogy például itt van egy ilyen átrium, ahol gyakorlatilag lelátni, és itt jön ki igazán ennek a nagyon nagy nyilászárónak a hangulata. Remélem, hogy sikerül ezt a videón is átadni, mert szerintem ez az egyik legerősebb értékesítési pontja az ingatlannak, hiszen ebbe tényleg abszolút bele lehet szeretni. És itt a fönti részen, ezen a közösségi téren kívül még kettő szobánk van. Ez lenne a kisebbik. Mint látszik, itt azért már jobban érvényes ugye a ferdesík, tehát ez inkább egy gyerekszobának tökéletes. Egyébként én is egy hasonló jellegű szobában nőttem fel, és ugye van még egy másik nagyobb, ez viszont tényleg egy hatalmas méretű szoba, ahol gyakorlatilag akár még két gyerek is kényelmesen elfér, majd mondhatjuk azt is, hogy egy gyerek is akkor jó sok helyen van és tere van. Két ablak is van, tehát több irányból süt be a nap, ez mindig azt mondom, hogy praktikus. És ami még az ilyen belső kétszintes ingatlanoknál fontos szokott lenni, az, hogy minden szinten legyen egy vizes blokk, hogy ne kelljen föl lerohangálni, és ez itt megvan, ugyanis itt a fönti részen is van egy kis fürdő, egy kis WC-vel. Ez nem egy hatalmas, de mégis azért nagyon praktikus, hiszen például, hogy amit korábban említettem, hogy a felső rész még a gyerekeké lenne, akkor ugye nem kell lemenniük, hanem itt szépen tudnak fürödni, elmenni WC-re, ha este ki kell menniük, ráadásul ez is ablakos, tehát szellőztethető, ami azért mellékenységeknél szerintem mindig egy fontos tényező. Ugye ez a felső rész is szerintem nagyon jól ki van alakítva, a 32 négyzetméter az ugye a hasznos nettó alapterület, hogyha a ferdesíkok alatt, itt az 190 alatti területek is hozzávennénk, akkor ez még nagyobb. Én azt gondolom, hogy annak ellenére, hogy elég sok a szoba az alapterülethez képest, nagyon jók az arányok, tehát nagy méretűek a szobák, ez eléggé ritka, ez annak köszönhető, hogy tényleg nagyon jó az elrendezése ennek a lakásnak. Jelenleg az ingatlanban egy klíma van, az ugye itt található. Én valószínűleg, hogyha felújítanám, akkor legalább még egyet elhelyeznék, hiszen ugye mivel részben tetőtérben vagyunk, itt azért ez egy meleg lakás, tehát valahogy ennek a hűtését érdemes gondoskodni. Természetesen lehet jó sok ablakot nyitni, mint láthatjátok, de nem biztos, hogy ez mindenkinek megadja a kellő komfortfokozatot, de szerintem ez a legkevesebb ennek a kialakítása. Ami még érdekesség, hogy van ugye fölöttünk egy padlás, ezt a tulajdonos igazából nem használta. Itt van a lejárója, hát lehet, hogy nem a legpraktikusabb helyen, úgyhogy azért valószínűleg nem gyakran fogsz felmenni, bár én azt gondolom, hogy ezekben az ilyen jellegű padlásokban egyébként sem szokott felmenni az ember. Bőven van itt hely, bőven van itt tér, tehát mindent szerintem el lehet pakolni, és megvan a helye. Tényleg tapasztalat alapon tudom azt mondani, hogy ez egy nagyon élhető, nagyon barátságos, jó közlekedéssel rendelkező környék, ahova tényleg szívesen tér vissza nap mint nap az ember. Én tényleg csak ajánlani tudom, de természetesen nem kell nekem semmit elhinni, nyugodtan utána lehet nézni. Szerintem a 11. kerület jelenleg az egyik legélhetőbb
Budai kerület a városban. Megköszönöm, hogy segítettek ennek az ingatlannak az értékesítésében, azzal, hogy megosztjátok ezt a videót az ismerőseitekkel, barátaitokkal, hogy ők is értesülhessenek róla, hiszen tényleg ilyen adottságú lakás ezen a környéken nagyon-nagyon ritkán van eladó az elmúlt évek során. Úgyhogy biztos vagyok benne, hogy vannak olyanok, elég sokan, akik ilyen jellegű ingatlan szeretnének, és alig várják, hogy találkozz, szembe jöjjön velük. Úgyhogy kérlek, hozd meg ezt a videót valakivel, és ezáltal akkor hamar találjuk meg az új leendő tulajdonosát. Végére értünk, remélem még nem kapcsoltál el. Kérlek, iratkozz fel a csatornámra és nyomd meg a csengettyűt annak érdekében, hogy ne maradj le a következő bemutató videómról, ugyanis most rengeteg videóval fogok jönni, úgyhogy lehet, hogy nem csak hetente egy, hanem hetente két videós fog jönni az elkövetkezendő hetekben.